városfejlesztés, többek között inkubátorház, játszótér és 25 férőhelyes parkoló épül Bakta Lóránt házán. Mobilitás a Kárpátok régiójában, a kistérségi repülés lehetőségeit és feltételeit tanulmányozták. Pénzügyi konferencia az önkormányzatokat tájékoztatta a NAV és a Magyar Állam Kincstár a jövő évi változásokról. Többek között inkubátorház, játszótér és 25 férőhelyes parkoló épül Bakta Lóránt házán. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 372 millió forintos Európai Uniós támogatású városfejlesztési program nyitórendezvényét pénteken tartották a településen, ahol az esemény alkalmából időkapszulát is elhelyeztek a művelődési központ melletti téren. Bakta Lóránt háza önkormányzata már 2006-ban célul tűzte ki azt a beruházást, amely most a sikeres TOP Plus pályázatnak köszönhetően megvalósulhat. Ezzel a gondolattal kezdte köszöntőjét Nagy Lajos, a város polgármestere, aki elmondta, a projekt célja a település rehabilitációs fejlesztése, környezetjavító intézkedésekkel, valamint olyan gazdaságfejlesztési beavatkozásokkal, amelyekkel hozzájárulnak a járási székhely általános környezeti állapotának javításához. A megvalósuló beruházás elősegíti majd a fenntartható fejlődést és javítja a kisváros lakosainak életminőségét. A közvetlen városközpontot szeretnénk tovább szépíteni, fejleszteni, részben esztétikai szempontból, részben pedig tartalmi szempontból is, hiszen újabb üzlethelyiségeket építünk, újabb irodákat, közösségi helyiségeket hozunk létre. A megnövekvő járműforgalom igényének megfelelően plusz parkolók kerülnek kialakítására a városközpont területén, egy gyalogátkelőhely is létesül, és hát régi álmunk, hogy egy korszerű modern játszóteret is megvalósítsunk a településen, erre is sor kerül a következő egy évben. A rendezvény résztvevőit köszöntötte Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta, nagyon fontos, hogy Bakta Lóránt háza fejlődése folyamatos legyen. Itt Bakta Lóránt házán egy járásközpont településén vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a kisváros többet érdemel, mint egy átlagváros, hiszen feladata is más. És ennek a városnak a központi része a maga kulturális negyedéve, fogalmazunk így, amit most egy kultúrház, egy közösségi művelődési ház bővítéseként fogalmazunk meg, de hogy polgármester is mondta, több részegységből áll, mind azt szolgálja, hogy az itt élő emberek életminősége, az itt élő emberek identitása, magyarság tudata és a nemzeti mi voltuk szabaduljon fel és sugározza kifelé. Nekem ezért fontos ez a Bakta Lóránt házi beruházás. A köszöntők után a helyi iskolák diákjai adtak műsort. Ezt követően a település vezetői időkapszulát helyeztek el a művelődési központ szomszédságában. A projekt 2024. decemberében fejeződik majd be. Egy repülőtér létrehozásának komoly feltételrendszere van. A környezetvédelmi hatóságtól kezdve számos hivatal engedélye szükséges. A Balkányi repülőtérnek másfél évig tartott az engedélyeztetési folyamat, 2019 óta azonban a kistérségi repülésen keresztül erősíti a határon túli kapcsolatokat. Erről és a további lehetőségek felméréséről szólt a Kárpáti kistérségi repülés új megközelítés módok a személyek és áruk mobilitásában a Kárpátok régiójában című projekt. Az önkormányzatok és repülőterek mellett a magánszemélyek is sokat nyerhetnek a Kárpáti kistérségi repülés címet kapott együttműködési programmal. A kisrepülőgépes közlekedési forma hazánkban még nem olyan fejlett, mint a partnerországokban, azonban a több éven át tartó programban fel tudták mérni a konkrét hiányosságokat. 5 résztvevő partner volt, 2 ukrán, 1 szlovák, 1 román és mi, és fájdalommal állapítottuk meg, hogy a mi infrastruktúránk a legfejletlenebb tulajdonképpen. Értem ez alatt a repülőgépparkot, értem alatt a reptereket, és ezen a téren mindenképpen fejlődnünk kell. Mint mondták, a magyar sajátosságoknak megfelelő a helyzet, de utol kell érnünk a szomszédos országokat.
lásd Ukrajnát, amilyen tekintetben fejlettebb, hamarabb elkezdték ezt a fejlesztést. Itt azért mindig egy harc folyt most a szó klasszikus értelmében Debrecen és Nyíregyháza között. Láthatjuk, hogy Debrecen milyen fejlődést ért el a repülőtér tekintetében, de Magyarországon és Nyíregyházán is azért a reptérigazgató végtelenül korrekt és a szakmáját ismerő ember, és a lehetőségekhez mérten mindent megtett azért, hogy fejlődjön. Azt hiszem, most új lendületet fog kapni ez a fejlődés. Ezért a Vármegyei Önkormányzat is támogatta a projektet. Sikerült a projekt eredményeképpen, úgy látom, azokat a szabályozási környezeteket feltárni, hogy az egyes országban hogyan szabályozzák ezt, milyen hatóságok vannak, hogyan lehet engedélyeztetni az átrepüléseket, illetve hogy milyen infrastruktúrális feltételekkel rendelkeznek ezek a kis repülőterek, mikor repülhetők, milyen napszakban, milyen évszakban. Ezek fontos tudások egy leírt dokumentumban, amelyek alapján fejleszteni lehet ezt a tevékenységet a határtérségben. Szabolcs-Szentmár-Belek vármegyében jelenleg az első sorban képzési célú nyíregyházi repülőtéren kívül egy kis repülőtér található. A Palkányi Plangi Airport 2019-ben létesült, ekkor kapták meg a használatba vételi engedélyt. Nincs rendszeres napi nyitvatartás és légi információs szolgálat, az oda repüléshez előzetes egyeztetés szükséges. Három alkalommal már határt is nyitottunk Balkányba, ez egy nagyon nagy esemény számomra, illetve szerintem a balkány emberek számára is. Jó sikerült, nemzetközi szereplésnek adtunk ki lehetőséget, mindenhonnan a Kárpátok régiónak a képviselői megjelentek Balkányban, azon kívül még külön Szlovákiából is, illetve Lengyelországból is jöttek oda külön repülőgépekkel. A jó gyakorlatot és a lehetőségeket látva egyre több önkormányzat nyit a fenntartható és innovatív személy- és áruszállítás felé. A tervek szerint a következő település, amely bekapcsolódhat a rendszerbe, Gávavencsellő lesz. A digitalizáció okozta új kihívásokra és az általános forgalmi adóbevallások nehézségeire hívta fel a vármegyei önkormányzatokban pénzügyi területen dolgozó munkatársak figyelmét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Hagyomány, hogy decemberben az aktuális adózási kérdésekről szervez konferenciát az adóhatóság és az államkincstár. A hétfői tanácskozáson a jó gyakorlatokról és a számviteli kötelezettségekről is szó esett. Tele volt a Vármegyeháza nagyterme pénzügyi szakemberekkel. Mint minden decemberben, idén is meghívta az adóhatóság és a Magyar Államkincstár a vármegyében működő önkormányzatokban dolgozó pénzügyeseket, hogy a jövő évre vonatkozó legfontosabb változásokról tájékoztassa őket. A házigazda, a vármegyei önkormányzat alelnöke Baracsi Endre azt mondta, a személyes kapcsolattartás még a digitalizáció korában is kulcsfontosságú. Ennek pontosan az a jelentősége, hogy itt valóban meg lehet első kézből tapasztalni és tudni azokat az információkat, amelyek szükségesek a mindennapi munkavégzéshez, és úgy gondolom, hogy itt egymás között is meg lehet beszélni nagyon sok mindent, meg lehet a jó gyakorlatokat, a tapasztalatokat beszélni, és azokat a különböző praktikákat, amelyekkel lehet segíteni azt a munkát, amely munka nagyon fontos és nagyon szükséges. Minden évben más és más területet emelnek ki az előadók. A NAV vármegyei igazgatója azt mondta, most két területre koncentráltak. Nagyjából kettő terület az, amire összpontosul ilyenkor a figyelem. Az adóztatásnak a jogi, illetve a technológiai oldaláról szeretnénk segítséget nyújtani az önkormányzatoknak. Tapasztalataink szerint elég sok anomália képződik az általános forgalmi adó bevallásával, elszámolásával kapcsolatban, illetve minden évben vannak olyan technológiai fejlesztések, amelyek a különböző bevallásoknak a benyújtásához, feldolgozásához kapcsolódnak. Az adózási kérdések mellett az államkincstárhoz kapcsolódó témák is felmerültek a hétfői konferencián. Az önkormányzatok állami támogatásának elszámolásáról, a MÁK pénzügyi ellenőrzéseinek tapasztalatairól is hallhattak előadást résztvevők. Harmadik alkalommal tartottak advent túrát Máté Szalkán. A négy egyesület által szervezett rendezvény egyben adománygyűjtő akció is, mivel tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulók számára. Azért túra, és az a különlegessége ennek az eseménynek, hogy nem csupán azt várjuk el, vagy azt szeretnénk, hogy elhozzák az adományaikat, akik tudnak adományozni, hanem mi is megvendégeljük őket, tehát hogy egyrészt kapnak tőlünk melegteát, lelkiidézetet, süteményt, de azért túra,
mert a jóléti tó körül három sátor áll, és minden három sátorban valamilyen feladatot kell megoldaniuk a gyerekeknek, a résztvevőknek. Ez kicsit ilyen adventi hangolódó feladatok főként. Vannak népi gyerekjátékok, vannak adventi idézetes sátor, és a Szalkafit Egyesület nyilván egy kicsit megmozgatós, sportosabb feladatokkal is készül a gyerekeknek és az ide ellátogatóknak. . 155 éves a Józs András Múzeum. Ezt ünnepelték a Vármegyeházán, ahol az intézmény átvehette a geszterédi aranyszabja másolatát, amelyet először a Magyar Nemzeti Múzeumban mutattak be. Az aranyból és aranyozott ezüstből készült szabja szerelékek méltó módon mutatják be a korszak ötvöseinek tudását. A rendezvényen egy belsős és egy külsős munkatárs is megkapta a Pro Múzeó díjat. A múzeumok éjszakája után december 1-e a legfontosabb dátum a Józs András Múzeum életében. Nem csak az intézményt, a dolgozókat is ünneplik ilyenkor. Bár a látogatók előtt jelenleg zárva van a nyíregyházi kulturális negyedben található intézmény kapuja, a háttérben folyamatosan dolgoznak a szakemberek. A szakmai munka az folyamatosan zajlik a Józs András Múzeumban is. A restaurátorok is nagyon jól végezték a tevékenységüket. Restaurálás, konzerválás, több mint 20 ezer műtárgyat elkészítettek ebben az évben. És tehát hihetetlen, hogy a történeti gyűjteményben is a digitalizálás, a műtárgyvásárlás, a tudományos munka, tehát ugyanúgy zajlott. Azonban nem került minden műtárgy raktárba. A Bencz úr gyűjtemény folyamatosan vándorol. Salgótarján, Hódmezővásárhely és Kecskemét után most épp Gyulán látható a tárlat. A rendezvényen, ahogy az lenni szokott, átadták a Prom Múzeó díjat is. Ezt olyan munkatárs kapja, aki az adott évben az intézmény érdekében, annak tevékenységével, szellemiségével, célkitűzéseivel kapcsolatos kiemelkedő munkát végzett. A Sóstói Múzeum falu idén több mint 100 000 látogatót fogadott, és több mint 400 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak. Ezek rekordszámok, ennek elismeréseként is kapta a díjat Balogné Szűcs Zsuzsanna. Ez egy demokratikus szavazás alapján létrejövő díj, és én nagyon hálás vagyok a kollégáknak, mindazoknak, akik szavaztak rám, hiszen nem rám szavaztak, hanem a Sóstói Múzeum falu. Én úgy gondolom, hogy ez a díj nem az enyém. Egy nagyon csodálatos csapat van a Sóstói Múzeum faluban, aki az elmúlt 3 évben körvonalazódott ki. Egy biztos mag van, akikre számíthatunk, mint szakmai téren, mint pedig a programok szervezése terén. Nagyon számszerűleg is mérhető az, hogy látogatottabbak vagyunk, az, hogy igény van ránk, és egyre fontosabb az, hogy a kutatásaink előtérbe kerültek. Nagyon fontos kutatásokon át tettünk lépéseket. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lépés volt, amiért szavaztak rám a Pro Múzeó díjra. A Józs András Múzeum külsős díjazottja a régészeti leletek kardiológiai módszerekkel történő vizsgálatában nyújtott kiemelkedő munkájáért Révész Ágnes lett. Mi igazából abban tudunk segíteni, hogy azokat a leleteket, amiket a kollégák, a régész kollégák találnak, röntgenfelvételeket készítünk róluk, amin egy CD-t fölírjuk ezeket a képeket, és ők ezt további használatra tudják hasznosítani, tehát konkrétan meg tudja azt nézni, hogy akár milyen mélységben van abban az adott leletben az a tárgy, amit találtak. Az ünnepségen egy szépen megmunkált faláda is nagy figyelmet kapott. Ez rejtette a geszterédi aranyszabja 14 millió forintos hiteles másolatát, amely méltó helyére a Józs András Múzeumba került. Fogadja a Józs András Múzeum szeretettel. Csak nem 500 000 forint értékű korszerűsítés ért véget az Eötvös József Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban. A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában lévő intézmény az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban nyert támogatásnak köszönhetően újította fel tantermeit, cserélte le számos helyiség bútorzatát és vásárolt új oktatást segítő eszközöket. A munkálatok csak nem fél évig tartottak és határidő előtt befejeződtek. A projekt záró rendezvényét az iskola tanulóinak kulturális eseményei színesítették. Épület infrastruktúra rekonstrukciója, illetve fejlesztése valósult meg, tantermek felújítása, iskola felszerelés, eszköz fejlesztése, benne informatikai fejlesztésekkel, eszközfejlesztéssel, illetve iskola bútor fejlesztéssel is, és hát természetesen még ehhez kapcsolódott más kiegészítő elem, illetve program is.
Egy pontot szerzett a kisvárdai futballcsapat az NB1 15. fordulójában. Feckó Tamás együttese a Debrecent fogadta, és a mérkőzés 0-0-ával zárult. A további eredmények a következők: Kecskemét MTK Budapest 1-2, Fehérvár FC Puskás Akadémia 3-1, Újpest Paks 1-2, Diósgyőr Zalaegerszeg 0-3 és Ferencváros Mezőkövest 0-0. A tabella élén a Paks áll 31 ponttal, megelőzve a 27 pontos Ferencvárost. A 11 ponttal sereghajtó Kisvárda vasárnap a 8. Diósgyőrt fogadja. Az Éllovas Mándoktól egy ponttal lemaradva a 2. helyen zárta az őszi szezont a Máté Szalkai MTK a labdarúgó vármegyei első osztályban. A Kis Tamás által irányított együttes 10 győzelem mellett 3 döntetlent játszott, és 2-szer szenvedett vereséget. Jelentősen átalakított kerettel vágott neki a bajnokságnak a Máté Szalka, nyáron 9 játékos távozott, és 8 új futballista érkezett a csapathoz. A célok között szerepelt a fiatalítás, és az, hogy minél több saját nevelésű játékos láthassanak a szurkolók. Ennek sikerült is eleget tenni, a 23 főt számláló keret felét saját nevelésű labdarúgók alkotják. Emellett az eredményességet is szem előtt tartották a vezetők, az MMTK pedig ősszel megfelelt az elvárásoknak. Az első 5 forduló az még egy kicsikét ugye a ráhangolódás időszaka volt, ahol épp a előttünk egy ponttal álló Mándok otthonába szenvedtünk vereséget, illetve Tarpa csapatától. Na de hát azért 15 fordulóból 2 vereség, 3 döntetlen, és az összes többit az utolsó 10 fordulóban valami óriási produkciót hajtottak végre a fiúk, amit az is jelez, hogy azért a gólkülönbségekben is, a kapott és lőtt gólok számában is ott vagyunk az élen, tehát mi rúgtuk a legtöbb gólt, és viszonylag mi kaptuk a legkevesebbet, és plusz 24-es gólarányjal ugye ott vagyunk, hogy az egész mezőny fölött fölé kerekedtünk. Én azt gondolom, hogy ez a tudatos építkezés, ami évek óta zajlik a Máté Szalki MTK felnőtt csapatában, ez nem mondom, hogy csúcsa ért még, de nagyon reméljük, hogy azok az elképzelések, amik a szezon elején megfogalmazódtak a vezetők részéről, a vezetés részéről, a városvezetés támogatásával, azokat igyekszik most a szakmai stáb, illetve a játékosok is azt a menetrendet követni, miszerint a lehető legjobbat kellene kihozni ebből a 23-24-es bajnoki szezonból. Bár a szurkolók a jó őszi szereplés után már osztályváltásról álmodoznak, a klub vezetői egyelőre nem gondolkodnak ennyire előre. Az élmezőny az elég sűrű, egy ponttal vagyunk lemaradva ugyan az első helytől, 2 ponttal van mögöttünk a 3. helyen lévő csapat, tehát ott az első 5-6 csapatnak a pont arányai és különbségei azért elég szorosak. Meg hát láttuk azt, hogy mi egyenletes teljesítményt nyújtottunk, de a korábbi évekre visszautalva, vagy akár a többi csapatot figyelve, azért meglepetés eredmények is születtek most így az ősz vége felé, amiben nyilván a külső környezeti tényezők is ugye mélyebb volt a pálya, sáros talaj, esős, hideg idő, tehát sok olyan tényező is közrejátszott, ami esetleg, meg hát a sérülések. És hát igen, egy dolgot nem említettem, hogy ez a stáb, ez a 23 fő stáb, ami most együtt dolgozik, örömteli tény, hogy az előző szezonból még voltak sérültjeink, ezek is felépültek, beépültek a csapatba, tehát minimális kis egy-két kisebb sérülésre eltekintve azért elmondhatjuk, hogy sérülésmentesen sikerült ezt a bajnokságot végigjátszani. A Máté Szalkai MTK január 7-én vág neki egy 6-7-es felkészülésnek. Az első tavaszi fordulóban a Nagyesedhez látogat Kis Tamás együttese. Kedves nézőink, iradónk végén jöjjenek főbb híreink, még egyszer, röviden. Gazdasági élénkítő és rekreációs városfejlesztés indul Baktalóránt házán. A 372 millió forintos Európai Uniós támogatású projekt nyitó rendezvényét pénteken tartották a településen, ahol az esemény alkalmából időkapszulát is elhelyeztek a művelődési központ melletti téren. A projekt a Széchenyi Terv Plus programban valósul majd meg. A határmenti önkormányzatok és szakmai intézmények az együttműködés erősítésére törekszenek a keleti régióban. A légi közlekedési kapcsolatok létrehozásával fenntartható platform jöhet létre a személyek és áruk szállítására. A lehetőségek feltérképezésére irányuló projekt idén zárult.
Már hagyomány, hogy decemberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár Vármegyei Szervezete tájékoztatja az önkormányzatokban pénzügyi területen dolgozókat azokról a változásokról, amelyek a jövő évet érintik. Idén elsősorban a digitalizáció okozta új feladatokról és az általános forgalmi adóbevallásokról hallhattak előadásokat az érintettek a Vármegye házán. Önök december 4-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk. Kiderül, hogy meddig folytatódik ez a hideg. Látogassanak el weboldalunkra, ha van kedvük a most elhangzott tudósításokért. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Kedden nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég, napközben az északi középhegység térségében előfordulhat hószálingózás, kisebb havazás, másutt nem várható csapadék, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties irányú szél, a maximum hőmérséklet -1 és +3 fok között valószínű, északkeleten, vagyis nálunk lesz hidegebb.